Sziasztok srácok! Ismét motorozunk egy picit. Ma öten leszünk. Szépet fogott ez a tubeless, most tettem bele a tubeless. A tubeless az 6,5 báron van, a külső pedig fél báron, azt hiszem, igen. Beszélgettünk egy kicsit, ittunk egy kicsit, aztán megyünk fel a hegyre. Nem engedi ki a kuplungomat, a k***nyát. Elment a kuplunkarom, hogy elestem. Jó. Oké. Okay. Megkapjod a videót. Oké. Okay. Folyamatosan megy így is, úgy is. Olyan, mint egy deskem. De ezt ne vágd be. Figyelj. Ott vagy onnét, vagy innét. Itt ráfordulsz. És mehet ki a végéig. És oda, ahol a kukorica van. Oda fogunk állni. Jó? Oda álltok. Miért álltok meg? Hát oldalt. Nem jó. Állunk közepére. Hogy ott elég a izé gázból. Jó. Jó? És amit szól. Kettő, és nevetem. Be így. Ott a cél. Mondom, fordulj rá, ahol maradom, ott. Most az a feladatom, hogy kölcsön kaptam a TM-et, hogy a domb tetejéig húzzam meg, mert azt mondta az Anti, hogy múltkor nem mentem vele. És hogy miért nem húztam meg? Nem néztem az órát. De hidd el, hogy kimegy alólad, ha ki akar. Elmert meg! Nem akartam neki menni. Hát akkor meg ég egyet. Istenem. Jó! Az a feladatom, hogy menjek még egyet, mert elvettem a gázt. Nem akartam a kollégának neki menni. Mert hogy az a feladatom, hogy megmutassam, hogy ez a motor bír menni. Igen, nehéz a földön tartani a gyereket. Mert állítólag ez az Anti tud vele menni 140-et. Azt kellett bemutatni, hogy megy. Hát megy ez. Én nem szoktam. Ott az az árték jöhet a... Nem! Nem! Akarok vele gyakorolni. De köszönöm! De köszönöm! Mit? Elvetted. A fiúknál vettem. Igen, elvettem egyszer, már annyira jött fel az elején, hogy nem tudtam visszatenni a földre. Igen, egyszer elvettem, mert vagy befostam, mondhatjuk azt, vagy annyira emelkedett az eleje, hogy vissza kellett valahogy kényszerítenem a földre. Kiskutya nem űzött meg, pedig arra számítottam.
nem értettem, mit mondott Anti. Mindjárt jön, azt mondta, hogy enged belőle, mielőtt feljön. Szerintem azt engedte. Már itt száll a pofámba, azt mondja, mondtam én, hogy kell a fújó. Amint megállsz. Ne, az a baj, múltkor is az volt a baj, hogy kint volt 36 fok, megálltál, egyszerűen szétcsíptek, ilyen 50 szúnyog egyszerre rád ment. Ja, pisi volt, azt hittem, hogy engedtél. Na, gyertek. Most jól csapatám, úgykor, Jézus már. Várjál még, amíg elfáradok. A magasság nem látszik ezekben a videóban, srácok. Sose téveszem meg titeket a magasság a kameraszög miatt. Széles látószögű a kamera, 170 fokos, nem adja vissza a magasságot. A másik pedig, hogy elnézést a lihegésért. Muszáj vagyok levegőt venni. És a mikrofon átadja teljes mértékben. Nem mondna, hogy felvitt lassú tempóba. A Tublis. Hihetetlen mekkorát tapad. Hát azt kell mondjam, hogy ég is föld. Ez múltkor se sikerült. Köszi! Köszönöm! Most nem olyanok vagyok, akiket húzni kell. Hát dehogy nem, én mondtam, hogy én leszek az. Nem, nem érted? Amúgykor húztad a fiúkat te. Ja, hát igen. Tényleg? 0-5 van benne. Nézed, Léci? Nézd meg! Engedjen nyugodt, balra. Van Tublisod, engedjen. Van Tublis. Engedjen. Tapadjon az a gumb. Így jó. Eljöttem rossz irányba, nem? Rossz irányba mentem el! Ott egy fa, nem férek el mellette. Próbálok akkor. Hát, le kény taposni, nem? Ja, várjál már! Van ott másik hely. Nem tépem neki, nem megyek közel, mert nincs rajtam szemüveg most.
erre pont egy légy meg betalálja a jobb szem golyómat. Nagyon fontos mi. Egyedüli 4T-ként vagyok itt. 3TM, 302T, meg ha jól látom, akkor egy beta 302T. Ja. Gyere vissza! Vissza akart jönni. Ez utolsó pillanat, Bádik. Oké, okay. Várj meg, beindítom. Kezed. Legjobbak vagytok, köszönöm. És föld ez a csuplis, ki, mint a másik motoros ember lenne. Még a számba is baj van. Nem látom. Mit csinálsz? Felment. Elnézést. Elhajtottam a kormányom. Visszafordultam ott, ahol lejöttetek. Elhajtottam a kormányt. Nem lesz olyan kellemes a közlekedés, de igyekszünk. Kicsit chopperes vagy. Mi ez? Gyorsaság is. Lentebb kell fogni ezt az oldalt. Leborítom, az a baj, hogy nagyon csopperes a kormány. Akkor tedd ki a lábad a
Nem jó megoldás. Megpróbálom. Nem láttam fel a napfénytű. Most nem vettem fel, ahogy így feljöttem szépen keresztbe egy oldalon. Nem az igazi a mócizás, mivel csopperes a kormány a kuplungnál, ugye elhajlott. Most menjünk, iszunk egyet. Hát, ha vannak valami szerszám. Menjünk akkor hang. Meg. Után. Következő helyzet, egyedül maradtam. Eltörtük a kormányt, mert elhajtottam egy szaltónál. Vissza akartuk hajtani, de eltört. Nem szabad ilyen kormányt hajtogatni. Kapott a ventilátor kapcsolóm, a gyújtás kapcsoló, tovább a ventilátor kapcsolónak. Kapott minden a motoron, ennek a tartója is eltört, a kuplung bovden tartója, ez is. Fejidom, sárvédő, mindkét idom, hátsó idom, meg felforrt a víz, össze-vissza van hajolva minden. Úgyhogy most megyek egyedül, úton elmegyek, lemosom a motort, aztán visszapakolok a kocsiba. Itt alszom annak ellenére, mert holnap elmegyünk raftingolni, annak nem sok köze van az oldalhoz, úgyhogy abból külön anyagot nem teszek be. Viszont tényleg nagyon jó helyen van ez a kis házikó, mert nagyon szép a killatás. Na nézzük, sikerül-e elmenni vele. Ja, várj, meg kiöntöttük a benzint. Most üres a karbi, mert lefektettük a motort a hajtogatáshoz. Ebbe kell fújni egy másik kormány. Amúgy nem törtem még el kormányt. Na, gurigázunk. Muszáj vagyok lassan menni, azért törött kormánnyal. Nem jó játék. Nagyon, nagyon szép. Ez annyira jó az enduróban, ez a természetjárás. Annak ellenére köszönöm szépen még ezt a túrát is. Nem tudom, meddig fognak menni a fiúk. Antinál vendégségben van két erdélyi úriember, meg az egyik barátja Laci, meg én jöttem le Pestről. Szépen kizötyögünk az útra, ha lemossuk, bemagolunk. Szerencsétlen kulcs is kapott. Jobb írt a DRZ, amúgy azt nem mondtam, hogy addig, ameddig nem törtem el a kormányt, vagy nem hajtottam el a kormányt, szépen felment mindenütt. Ezzel a tyuklisszal teljesen más a tapadás. Mikor legelőször elindultunk, bementem az első árakból, már ott furcsa volt, mert majdnem az egyik erdélyi kollega nyakába raktam az első kereget, akkor áttapadt. Úgyhogy le a kalappal, teljesen más teljesítményt ad a tyuklisszos kerék, mint a sima belső is, bár mondjuk ezt szerintem mindenki tudta, úgymond, aki tyuklisz használ, vagy már tapasztalt, aki meg még sose használt, az annak mondom, hogy tényleg nagyon nagy különbség a tyuklisszos kerék, meg a sima belsős. Külön meg kellett szokni, hogy ekkorát tapadt. 0-5-re fújtam a külsőt, a tyuplisz felett, a tyuplisz van 6-2, mert annyit tudott a kompresszor. De mondom, tényleg brutálisak a tapadt ma. Az, hogy elhajtottam a kormányt, az az én hibám. Mert elengedtem a motor többször is. Akarok majd hazamenni, otthon van tartalék kormányom. Most veszek egy másikat, beleteszem azt, de felhozom majd a tartalékot. Meg akarok bekészíteni tartalék kuplungbovdent, meg tartalék gázbovdent. Most itt megbeszéltük a fiúkkal, hogy tényleg nem sok értelme van elmenni egy imesekbe DRZ-vel. Csak össze fogom ott törni a sziklákon. Nincs meg a tudás, úgyhogy még oké, hogy a DRZ jó lenne, de tudás nélkül az sok. Pláne egy teljes hétig ott küszködni, feltartani a többieket. Mert amúgy nekem ez az egyik legnagyobb bajom, hogy a többieknek várnia kell, meg cibálnia a motoromat.
nem az, hogy ciki, csak kellemetlen, hogy a többieknek miattam kell ott állni. Na, megyen? Lüljük. Visszaérkezek a kocsihoz, hál' Istennek minden rendben van, lemostuk a gépet. Jól motoroztunk, annak ellenére rövid volt, viszont így legalább gyorsabban meg tudom csinálni a videót. Jó, mondjuk egy kormányára az nem kevés. Jól teljesített a gép. Jó, ott jublisz. Sziasztok, srácok!